A műsor olyan jeleneteket tartalmaz, melyek egyesek számára zavarók lehetnek. Korhatár ajánlott. Ez volt Amerika történetének első és leghírhettebb sorozatgyilkossági ügye. 1965-ben Albert DeSalvo bevallotta, hogy ő a bostoni folytogató, de soha nem bizonyosodott be, hogy ő a felelőse a 11 borzalmas szexuális gyilkosságért. Olyan dolgokat tudott, amiket nem tudhatott volna, ha nincs a bűntény helyszínén. A gyilkosságok idején nem volt mód a biológiai bizonyítékok tesztelésére, ami összekapcsolta volna DeSalvót a gyilkosságokkal. De nincs bizonyíték arra, hogy ő volt a folytogató. Azt bizonyították be, hogy nem ő volt. Az emberek következtetéseket vonnak le. Gyilkosságnál ez nem szabad. Valóban DeSalvo volt a bostoni folytogató? Vagy a valódi gyilkos, vagy gyilkosok megúszták a gyilkosságot? Az 50 évvel a gyilkosságok után elvégzett kriminalisztikai DNS megadhatja a választ. Bűnügyek újra töltve. A bostoni folytogató. ...1962 nyara. Boston városát egy példátlan sorozatgyilkossági ügy tartja rettegés alatt. Elképesztő büntények voltak. Boston egy puritán város. Ezek pedig szexuális, gonosz, szörnyűséges büntények voltak. Szenzációnak számítottak. A két évig tartó terror alatt 11 nő holttestét találták meg, akiket a saját harisnyájukkal vagy fehér neműjükkel folytottak meg. Tudtuk, hogy komoly az ügy, mert hasonlóságokat fedeztünk fel. Tudtuk, hogy egy sorozatgyilkosról van szó. Minden egyes gyilkosság után a média csak tovább növelte a félelmet a rejtélyes gyilkossal kapcsolatban. Boston városában kitört a pánik. Az újságok címlapjain óriási betűkkel ez szerepelt, a gyilkos fantom újra lecsapott. Nagy volt a nyomás a rendőrségen, hogy megtalálják a gyilkost vagy gyilkosokat. Bostont az egyik legrettegettebb városnak tartják. Napi 24 órát dolgoztunk. Arról szólt az életünk, hogy tanulmányoztuk a folytogatásokat. Majd 3 évvel a gyilkosságok kezdete után a börtönviselt szexuális bűnöző Albert DeSalvo bevallotta, hogy ő a folytogató. Majd rámáztam, és megfojtottam. Senki sem ismerhette ilyen részletességgel a büntényeket, mint ő. A nyomozást leállították. DeSalvo vallomásával mind a 11 gyilkosság ügye egy tolvonással megoldódott. De az ügyön dolgozók közül nem mindenkit győzött meg. A nyomozók, ügyészek azt mondták, hogy nem DeSalvo a folytogató. Ismert téma volt a bűnüldözési szervek alkalmazottai között. 6 évvel később DeSalvo gyanús körülmények között meggyilkolták a börtönben. Egyesek úgy tartják, hogy vissza akarta vonni a vallomását. Valaki azért ölte meg Albertet, hogy ne beszélhessen. De ha nem DeSalvo volt a bostoni folytogató, akkor ki? Albert DeSalvo nem volt gyanúsított mindaddig, amíg úgy nem döntött, hogy bűnösnek vallja magát. Számos nála sokkal gyanúsabb személyek is voltak. Az új DNS vizsgálat talán végre fényderít a rejtélyre. A DNS a legjobb információ az azonosításhoz, de visszatartják, és a kérdés az, hogy vajon jogunk van-e hozzá. Majdnem 50 évvel később az újravizsgált bizonyítékok egyszer és mindenkorra bebizonyíthatják DeSalvo bűnösségét vagy ártatlanságát. Az első áldozat Anna Slessers volt, egy 51 éves elvált asszony, aki egyedül élt a bostoni Back Bay városnegyedben. A bűntény helyszínén a nyomozók megállapították, hogy Anna éppen operát hallgatott, miközben megengedte a fürdővizet. Valamikor június 14-én gyilkolhatták meg, 1962-ben. A szemtanúk nem látták, hogy gyanús személy ment volna be az épületbe, és nem láttak senkit felmenni az asszony 3. emeleti lakásába. Egyik folytogatási ügy esetében sem volt betörésre utaló nyom. A szomszédok sikoltásokat sem hallottak. Anna önszántából engedhette be a gyilkost. A mesztelen holttestét a földön találták meg. A feje hátulján található hatalmas sebből nagy mennyiségű vér szivárgott.
A boncolás során megállapították, hogy a gyilkos szexuálisan bántalmazta egy tárgyal, mielőtt megfojtotta volna a köntöse övével. Az Anna nyakán talált mintázat később a bostoni folytogató védjegyévé vált. Ez volt az első valódi jel azzal kapcsolatban, hogy mi várható. Az öve egy nagy hurok módjára tekeredett rá a nyakára. Ez volt a kezdete számos olyan bűncselekménynek, amelyek a mai napig példátlanok. Először a bostoni gyilkossági csoport csak egy újabb őrült gyilkossági ügynek könyvelt el. Az egyik nyomozó egyszerű, bonyodalmakkal teli betörésnek nevezte. Július 4-én a bostoni rendőrség már tudta, hogy valami komolyabb esetről van szó. További két holttestet találtak, két 60 év körüli nőt, akiket szexuálisan bántalmaztak és megfojtottak a harisnyájukkal. Minden esetben megdöbbentő pozícióban találtak rá a meztelen holttestre. Az áldozatok lába szét volt tárva, közszemlére téve az intim test részeiket. Míg a tapasztalt rendőrtisztek is elképedtek, amikor bementek és meglátták a szétterített holttesteket. Nem szeretünk ilyesmit látni minden nap, de ez történt. Az újságokban a harisnyagyilkosságok már a címoldalon szerepeltek, de a rendőrség vonakodott elismerni, hogy a folytogatásnak köze volt hozzájuk. Egy vagy több gyilkos után zajlik a nyomozás, ami júniusban kezdődött, és a mai napig tart. Augusztusban további két női holttestet találtak, a 4-es és 5-ös számú idősebb áldozatot. Majd semmi sem történt 3 hónapig, miközben a város a következő támadásra várt. Boston városában pánik uralkodott. Az állatmenhelyek kiürültek, mert a nők kutyákkal próbálták megvédeni magukat. A nők kést is hordtak maguknál arra az esetre, ha megtámadnák őket. Decemberben a folytogató újabb két áldozatot szedett. Az egyik Sophie Clark volt, egy 21 éves diák, a másik a 23 éves Patricia Bissett. A folytogató ízlése látványosan megváltozott, ami az áldozatokat illeti. A sorozatgyilkosok általában hasonló áldozatokra vadásznak. Kezdetben a folytogató áldozatai idősebb, fehér asszonyok voltak. Ezután következett egy nagy űr, majd a következő áldozat már egy szép fekete nő volt. 1963. májusában a gyilkos átkelt a folyón Cambridge-be. Beverly Shamans-t egy végzős diákot holtan találtak a lakásán az egyetem közelében. A boncolásból kiderült, hogy halálát a mellkasán található több kész szúrás okozta. Erőteljes csavar a gyilkos módszerében. Az újságok kezdetben az idősebb nők halálakor harisnyagyilkosságokra utaltak. Szinte mintha mintát mutattak volna arra nézve, hogyan lehet megszabadulni egy kellemetlen nőtől. Az utolsó, legfiatalabb nőt, Mary Sullivant, szilveszter után gyilkolták meg 1964-ben. Most már 2600 rendőrállomás dolgozott 3 megyében, hogy a végére járjanak a gyilkosságoknak, de nem találtak egyetlen nyomot sem. Már kezdtek kétségbe esni. Az emberek türelme elfogyott. Edward Brooke, Massachusetts államügyésze úgy döntött, hogy kézbe veszi az ügyet. A szokatlan és abnormális bűncselekmények megoldásához rendkívüli eljárások és nyomozások szükségesek. Létrehozta a bostoni folytogató munkacsoportot, hogy irányíthassa a nyomozást. Az államügyész felhasználta befolyását, hogy átvehesse az ügyet. Az ő nyomozói adták ki az utasításokat. Újabb 1 év telt el, és az amerikai történelem egyik legnagyobb gyilkossági nyomozása során még mindig nem sikerült letartóztatni egy gyanúsítottat sem. Feltűnt a színen a fiatal ambiciózus ügyvéd F. Lee Bailey, hogy belevésse nevét a folytogató ügyébe. 1965. márciusában Bailey mind a 11 gyilkosságot illetően előrukkolt egy megoldással. A 3 évnyi hiába való rendőri hajsza után Bailey tálcán kínálta fel nekik a gyilkost. Az ügyfele Albert DeSalvo már börtönben volt többszörös szexuális erőszak miatt. DeSalvo kész volt arra, hogy bevallja, ő a bostoni folytogató. De volt egy kikötés. A vallomását nem volt szabad felhasználni ellene a bíróságon.
A folytogató munkacsoport vezető nyomozói és Bailey szerint DeSalvo vallomása kész főnyeremény volt. Kihallgatáskor DeSalvo bebizonyította, hogy olyan dolgokat tud, amiket csak a gyilkos tudhat. Hezitálás nélkül válaszolt a kérdésekre. Massachusetts államügyész azt mondta, hogy zárjuk le az ügyet. Ő az a fickó. DeSalvót tekintették a gyilkosnak, de az ügyet soha nem vizsgálták bíróság előtt. 11 megoldatlan gyilkossági esettel álltak szemben. A város pánikba esett. Ez volt rá a megoldás. Volt egy ember, aki önszántából bevallotta, hogy elkövette a gyilkosságokat. Ennyi. Tegyük félre. Lépjünk túl rajta. DeSalvót csak a vallomása alapján tartották bűnösnek, de sok szakértő úgy tartotta, hogy a szavai épp az ellenkezőjét bizonyítják. DeSalvo hamisan tanúskodott, összejátszva a rendőrség hazugságaival. Albert DeSalvót, miután 1965-ben vallomást tett a 11 bostoni folytogatás ügyében, végül bűnösnek ítélték. Levettem a farmerját és a fehér neműjét. Az, hogy DeSalvo ilyen életszerűen rekonstruálta a gyilkosságokat, meggyőzte Edward Brooke államügyészt arról, hogy a gyilkos van a rács mögött. Számtalan különböző részletről volt szó, és Albert a legtöbbet túlságosan is jól ismerte. Tudta, hogy milyen bútorok, milyen ruhák voltak a lakásban. Még azt is tudta, hogy a plüssmackó fején van egy vágás. De mások úgy gondolták, hogy pont ezek a részletek bizonyítják az ártatlanságát. Úgy hitték, hogy a 2000 oldalas vallomás egy sor súlyos hibát tartalmaz. Óriási ellentmondások voltak Albert verziója és a helyszínelési, boncolási és szakértői jelentések között. Állítólag fotografikus memóriája volt, de ha ez igaz, akkor bizony csúnyán cserben hagyta. Ide volt kikötve a lába és a keze. És rajtuk ültem. Hogy miért? Mert nagyon keményen küzdött. Nem volt biztos, hogy vajon DeSalvo története hiteles, vagy csak egy szégyentelen hazugsága a hírnévért és a pénzért. De mit nyert volna vele? Már volt könyvszerződése, filmszerződése. Nem számít, hogy ma már tudjuk, semmit sem profitált belőlük. Rettentő nagy szájhős és hencegő volt, és minden vágya az volt, hogy híres ember legyen. Az 50 órányi rögzített kihallgatást soha nem hozták nyilvánosságra. Állítólag DeSalvo vallomásának csak néhány része maradt fenn, rossz minőségű másolat formájában. Olyan zavarodott voltam, hogy a puszta kezemmel folytottam meg. A vallomáson kívül a rendőrségnek semmi sem volt a kezében DeSalvo ellen. Nem voltak tanúk, sem bizonyítékok, melyek a gyilkosságokhoz kötötték volna. DeSalvo nem volt gyanúsított, mert semmi nem kötötte a bűncselekményekhez. Senki radarképernyőjén nem tűnt fel. DeSalvo vallomása mindenkit meglepett. Már bezárták a Bridgewater State Hospitalba, és a tárgyalásra várt a szexuális zaklatások ügyében, amelyek a Zöldember támadásai címen váltak ismerté. F. Lee Bailey elmondása alapján 1965 elején DeSalvo kapcsolatba lépett vele az ügyfelén George Nassaron keresztül, aki szintén egy rab volt. DeSalvónak szüksége volt jogi tanácsra a történetéhez. Amikor először találkoztam Alberttel, nem tudtam elképzelni a folytogató szerepében. Udvarias volt, kedves, ravasz mosoly játszadozott az ajkán, és nagyon okosnak tűnt. Biztos volt abban, hogy többé nem szabadul ki, és gondoskodni akart a családjáról. Tudni akarta, hogy írhat-e könyvet olyasmikről, amikért nem ítélték el, anélkül, hogy bizonyítékot szolgáltatna a hatóságoknak a vádemeléshez. Hogy meggyőzze a folytogató ügyén dolgozókat arról, hogy van egy gyanúsítottja, Bailey megkérte a rendőröket, hogy mondjanak neki 5 kérdést, amikre csak a gyilkos tud választ adni. Diktafonnal felszerelve Bailey Bridgewaterbe hajtott, hogy kiderítse, valóban DeSalvo-e az emberük. A nagy ötösnek neveztük. És mind az ötöt tudta. Bum, bum, bum.
Bailey 5 kérdéséből az egyik Sophie Clark meggyilkolásához kapcsolódott. A 21 éves orvostanhallgató volt az első a folytogató fiatal áldozatai közül. De Salvo a vallomásában pontosan körülírta a nőt, aki ajtót nyitott neki. Magas volt, szép, harisnyát és kombinét viselt. De Salvo azt mondta, hogy miután belépett, hátulról ragadta meg Sophie-t. Meglepődött, hogy milyen gyorsan elájult. De Salvo elmesélte, hogy amint Sophie magához tért, megfojtotta. Olyan erősen rászorította a harisnyát a nő nyakára, hogy az szinte eltűnt. Csak a folytogató tudta, hogy a legfiatalabb és legszebb áldozat széke alatt volt egy egészségügyi betét, amit a menzesz alatt használt. Csak azt tudhatott róla, aki kivette és odadobta. A másik pedig egy doboz cigaretta volt. Albert levert egy doboz Marlborót a komódról. Beesett mögéje. És a komód elmozdítása nélkül nem is lehetett volna észrevenni. Ez volt az a pillanat, amikor izgatott lettem, és azt gondoltam, bingo. Meggyőződve arról, hogy az ügyfele a folytogató, Effley Bailey ravasz egyességet kötött az államügyésszel. A rendőrség megkaphatja Albert DeSalvo vallomását, de sose használhatja fel ellene. Nem a rendőrség találta meg Albertet, hanem én. Én diktáltam a szabályokat, és azért tettem így, mert nem akartam, hogy az ügyfelem villamosszékbe kerüljön. A történtek után a munkacsoport vezetője John Bottomley megragadta a lehetőséget, hogy személyesen hallgassa ki DeSalvót. Bottomley ingatlan ügyvéd volt, és nem volt tapasztalata a bűnügyi esetekben. A barátja az államügyész ajánlotta be a munkára. Nem volt jó ötlet a kihallgatással kezdeni. John Bottomley nem végezte jól a dolgát. Az én feladatom, vagy John Donovan élet volna. Több tapasztalatunk volt. Amikor kijött a szobából a kihallgatás után, azt mondta nekem, nem kérdés, hogy ez a fickó volt. Nagyon feldobott volt. A munkacsoport mindössze néhány nyomozója hallhatta DeSalvo vallomásának részleteit. Végül az államügyész Edward Brooke mondta ki a következőt. Bűnös, a szavunkat adjuk. Akkoriban Brooke a szenátusi pozícióra pályázott, és DeSalvo vallomásával sikerült könnyen lezárni az ügyet. Az illetőt bűnösnek találtuk a bűntényekben. Az emberek és a sajtó felkapta a sztorit, de a háttérben sok rendőrtiszt kételkedett. Sok rendőr azt hitte, hogy már közel jár a megoldáshoz, és megoldja majd az ügyet. Azt mondtam magamnak, ez nagy csalódás lesz rengeteg rendőr számára, mert az utolsó reménységük is elszáll, hogy ők oldják meg. Csak 16 évvel később kerültek nyilvánosságra a DeSalvo vallomásával kapcsolatos kételyek, amikor Susan Kelly átnézett egy könyvet a sorozatgyilkosokról. Minden bűnüldöző személy Boston környékén azt mondta nekem, hogy nem Albert DeSalvo volt a bostoni folytogató. Kelly volt az egyik első újságíró, aki megkapta a vallomás teljes átiratát. Meglepődött, hogy nagyon sok esetben DeSalvo szavai tévesek voltak. A legjobb példa Beverly Shamans történetében volt. DeSalvo leírta, hogyan jutott be Csellel a lakásába. Egy rugós késsel támadta meg. DeSalvo állítása szerint ezután kikötötte a két kezét, és többször is megszúrta a mellkasán meg a torkán. DeSalvo azt mondta, hogy magával vitte a gyilkos fegyvert, amikor elment, és bedobta egy mocsárba. A gyilkos fegyverrel kapcsolatban tévedett. Erősködött, hogy egy rugós kést vitt el, pedig valójában a gyilkos fegyver egy konyhakés volt, ami Beverly Shamans-é volt, és a Cambridge-i nyomozó a pulton találta meg. A nyomozók vérnyomokat találtak a késen. Úgy gondolták, hogy a gyilkos megpróbálta eltüntetni a bűnjeleket, majd otthagyta a gyilkos fegyvert, ahol végül megtalálták.
Albert elkövetett néhány hibát. Másrészről nem sok emberről tudom elképzelni, hogy ilyen pontossággal emlékezni tudjon ezekre a részletekre. A szkeptikusok szerint a végzetes hibák DeSalvo történetében túlsúlyban vannak az eltalált részletekhez képest. Csak az a kérdés, hogy honnan tudott DeSalvo ennyi mindent. Lenyűgözték a gyilkosságok, olvasta az újságokat, sőt, még a bűntények helyszínére is elment, hogy megnézhesse azokat. Albert töménytelen mennyiségű információt gyűjtött be az újságokból annak köszönhetően, hogy a boncolási jelentéseket akkoriban az orvos átadta a sajtónak, mintha valami jutalom lett volna. Manapság egy orvos nem is álmodna arról, hogy átadja a boncolási jelentést. Sokan úgy tartják, hogy John Badömli kérdései segítettek DeSalvónak a részletek kiegészítésében. A kihallgatás során sok irányított kérdést tettek fel DeSalvónak. Badömli gyakran információkat adott neki, hogy segítsen, amikor DeSalvo bizonytalan volt. Albert azt felelte, elmondok bármit, amit tudni akar. DeSalvo hajlandó volt mindent elmondani, amit a szájába adnak. Egyesek úgy hiszik, hogy Bailey meggyőzte DeSalvót, hogy vallomást tegyen a saját karrierje érdekében. Gyanítják, hogy DeSalvót a saját védő ügyvédje készítette fel, mielőtt vallomást tett volna a rendőrségen. Effley Bailey több száz rávezető kérdést tett fel, például szarú keretes szemüveget viselt. Tehát Effley Bailey készítette fel Albert DeSalvót. Arra nevelte, hogy ő legyen a bosztoni folytogató. Óvatos akartam lenni, mert tudtam, hogy ez be fog következni. Véletlenül sem akartam olyan helyzetbe kerülni, hogy úgy tűnjön, bármilyen információt átadtam volna Albertnek. Ezt csak egy módon érhettem el, ha nem láthattam bele a folyamatba. Nem mentem el egyetlen kihallgatásra sem. Sokan egyetértenek abban, hogy ha DeSalvót bíróság elé állítják a bosztoni folytogatóként, a vallomása nem lett volna elég az ítélethez. Csak feltételezték, hogy ő a bosztoni folytogató a hibás vallomás alapján, amit a kormány készséggel elfogadott, mivel nagy volt rajtuk a nyomás, hogy megoldódjon az eset. De nem volt arra bizonyíték, hogy elkövette volna a bűntényeket. Nem egyértelmű, hogy a munkacsoport megpróbálta-e megerősíteni DeSalvo vallomását az igazságügyi bizonyítékok tesztelésével. Találtak új lenyomatot, hajat, vért és ondót a bűncselekmények helyszínén. Szemtanúk is állították, hogy látták a gyilkost. Alaposabb vizsgálatot követően ma már sokan úgy tartják, hogy a bizonyítékok szerint több bosztoni folytogató is volt. A kétségek, melyek Albert DeSalvo bűnösségét övezték, kész hadjáratot indítottak útnak, hogy évtizedekkel az eset után újra megnyissák az ügyet. Napjainkban az emberek és a média sokkal inkább tisztában van a hamis tanúskodás jelenségével. Az esküdtszék bizonyítékot akar, hogy a vallomást a bűntény helyszínéhez köthesse. De ebben az esetben nem létezik ilyen igazságügyi bizonyíték. Az ügyhöz közel állók biztosak abban, hogy amikor DeSalvót nyilvánították a gyilkosnak, más fontos gyanúsítottakat engedtek el. A rendőrségnek 6 gyanúsított is volt a tarsolyában a gyilkosságokat illetően. A főállamügyészi hivatal sok valódi gyilkost hagyott szabadon. Úgy gondolom, hogy a gyilkosságok különállóak voltak, és az okaik épp annyira különböztek egymástól, mint azok az emberek, akik gyilkoltak. Patricia Bissettben gyilkolása esetében volt egy gyanúsítottjuk, aki ellen majdnem vádat emeltek. Majd DeSalvo vallomást tett, így az állam ügyészi hivatal visszalépett a vádemeléstől. A rendőrségnek volt egy fő gyanúsítottja az utolsó áldozat Mary Sullivan esetében is. Casey Sherman, az áldozat unokaöccse, úgy hiszi, hogy amikor DeSalvo vallomást tett, a rendőrség hagyta elszökni a valódi gyilkost. A gyanúsítottat a büntet helyszíne körül látták, és furcsán viselkedett.
Bevitték, és hivatalos kihallgatásra került sor. A hazugságvizsgálaton is átesett, amin megbukott. Megkérdezték, hogy ő ölte-e meg Mary Sullivant, és azt felelte, hogy nem. Maryt feldobták az ágyra, és megfojtották két sállal és egy harisnyával. A gyilkos beletette egy boldog új évet feliratú lapot Mary lábujjai közé. Képzelhetik, hogy milyen rettenetes volt. Lehet, hogy a bizonyítékok újravizsgálása a modern kriminalisztikai technikák alkalmazásával egyszer és mindenkorra véget vethetnek a DeSalvo bűnösségét illető vitáknak. A fizikai bizonyíték nem hazudik. Amíg az emberektől érkező információ mindig kérdéses lehet, egy fizikai bizonyíték mindig igazat mond. Hogy volt-e valami, ami kifejezetten ráutalt volna? Tudomásom szerint nem volt. Az egyik legfontosabb kérdés az volt, hogy a büntettek helyszínén talált fizikai bizonyítékot felhasználták-e, hogy igazolják DeSalvo történetét. Vajon valamelyik igazságügyi bizonyíték kötődik DeSalvohoz? Meglepő módon a törvényszéki nyomozók, akik begyűjtötték és megvizsgálták a bizonyítékokat, nem tudtak válaszolni a kérdésre. Állítólag kizárták őket az ügyből. Új lenyomatokat, hajat, vérmintát gyűjtöttek és vizsgáltak meg. Ezek a minták végül az FBI laborjába kerültek. Soha nem kaptam jelentést az FBI-tól. Ha elküldesz teszteket, majd nem kapsz eredményt, az néha eléggé lehangoló. A viták DeSalvo bűnösségét vagy ártatlanságát illetően holtpontra jutottak. Amíg nem tesztelik a fizikai bizonyítékokat, nem lesz teljes a kép. Mary Sullivan esetében, aki a folytogató utolsó áldozata volt, a tudósok azonosítatlan testnedveket fedeztek fel, amik a gyilkosától származhattak. Ha a további DNS tesztek talán eldönthetik, hogy DeSalvo bűnös volt-e vagy sem, miért ne vizsgálják újra az egész esetet? Senki sem provokálta még ki, hogy beinduljon ez a gépezet. Két államügyész is áldását adta arra, hogy a bostoni folytogató aktáját zárják le, mert elkapták a bűnöst. Ha a mostani államügyész újabb nyomozásokat indítana, az olyan lenne, mintha egy döglött lovat ütögetne. Igazságtalan volt elfogadni a kezdetleges vallomásokat. Igazságtalan volt az áldozatokkal szemben. Mi lesz a gyilkosokkal? Megúszták az egészet. Talán még most is szabadon sétálnak valahol. Talán más embereket is megöltek. A bostoni folytogató történetének talán legbeszédesebb rejtélye éppen az önjelölt bostoni folytogató meggyilkolása. DeSalvo halála a mai napig megoldatlan. Valaki megölte Albertet, hogy ne beszélhessen. Okkal hallgattatták el. Ki ölte meg Albert DeSalvót? És miért? Emlékszem, hogy a két kezemmel folytottam meg. 6 évvel azután, hogy bevallotta ő a bostoni folytogató, Albert DeSalvót leszúrták a szigorúan őrzött Walpole börtönben. Sokan úgy tartják, hogy DeSalvo halála nem csak egy véletlen börtönerőszak eredménye. DeSalvo családja és pszichiátere szerint a férfi azon volt, hogy visszavonja a vallomását. Ők úgy gondolják, hogy megölték, hogy ne derüljön ki az igazság. Ames Robbie DeSalvo egykori pszichiátere szerint 1973. november 25-én DeSalvo felhívta őt a börtönből. Azt mondta neki, hogy sürgősen találkozni akar vele. Azt mondta, valami nagyon fontos dolgot kell mondanom. Arra utalt, hogy vissza akarja vonni a vallomását. Dr. Robbie azt mondta, rendben, oda megyek. Következő reggel megírták az újságok, hogy Albert DeSalvót holtan találták az ágyában, a Walpole börtönben. Egy héttel a halála előtt DeSalvo azt kérte, hogy a börtönkórházban alhasson, mert féltette az életét.
6 ellenőrzési ponton kellett átjutnia az illetőnek, hogy bemenjen a börtönkórházba. A gyilkos bement egy késsel, többször szíven szúrta, majd vérrel borítva, újra átment az ellenőrző pontokon, és senki nem látta. Albert de Salvo gyilkosát soha nem találták meg. A börtönőrök azt állították, hogy Albertet egy börtönben zajló drogügylet miatt gyilkolták meg. A megölésének nem a folytogatásokhoz volt köze, hanem mert túlságosan belevetette magát a drogkereskedelembe a börtön falai között. Túl alacsonyak voltak az árai a többi drogkereskedőjéhez képest, így megszabadultak tőle. De egyesek nem hitték el a hivatalos magyarázatot. Albert azt mondta Ames Robinak, hogy ki fog tálalni azzal kapcsolatban, miért vallotta magát a bostoni folytogatónak. A következő nap pedig holtan találták a cellájában. Ez túl sok ahhoz, hogy véletlen legyen. Ennyire nem hiszek a véletlenekben. Ha létezett is egy terv Albert de Salvo megölésére, az a kérdés, hogy ki állt mögötte. Többféle elmélet is létezik. Azok az emberek lehetnek gyanúsítottak, akiknek a mai napig érdekükben áll fenntartani, hogy de Salvo volt a folytogató. Sok embertől hallottam, olyanoktól is, akik a Walpole börtönben dolgoztak, hogy ez egy merénylet volt. Valakinek sok veszíteni valója volt. Egy dolog biztos. Ha bebizonyítanák, hogy nem de Salvo volt a folytogató, sokak jó híre kerülne veszélybe. F. Lee Baileynek kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy de Salvo felhívta Dr. Robit, az egykori pszichiáterét. Nincs bizonyíték, hogy volt ilyen telefonhívás. Sokak szerint Ames Robi elfuserálta az ügyet, így én kételkedtem abban, hogy megtörtént ez a telefonhívás. De ha meg is történt, hogy Albert vissza akarta vonni azt a vallomást, előzőleg már bizonyította, hogy sokat tud, de ezt nem lehet csak úgy visszacsinálni. Bailey úgy hiszi, hogy de Salvo az egója miatt akarta visszavonni a vallomását. Azt hiszem, Albert magára akarta vonni a figyelmet, mert tudta, hogy meg fog halni a börtönben, és másképp senki sem akarta volna kideríteni, hogy pontosan mi motiválta. Hogy mi motiválta de Salvót, nagy vitákat gerjesztett azon felül, hogy vajon illette rá a sorozatgyilkos cím. A vélemények megoszlanak. Néhány pszichiáter, aki megvizsgálta de Salvót, nehéz gyermekkorára hivatkozott, ami kiválthatta a gyilkosságokat. Egész életében arra készítették fel, hogy ő legyen a bostoni folytogató. Az apja egy vad és erőszakos ember volt, aki verte a feleségét és a gyerekeit. Egyszer eltörte az édesanyjuk több ujját a gyerekek előtt. De Robi, aki a vallomása előtt is ismerte de Salvót, soha nem hitte, hogy ő lett volna a folytogató. Dr. Robi nem hitte el, hogy Albert a gyilkos. Észrevette, hogy Albert hajlamos arra, hogy dicsekedjen. Mindig nagyobb akart lenni másoknál. Ha azt mondják Albertnek, 20 betörésben vettem részt, a válasz biztos ez lenne. Az semmi, én 200-ban. Akkor is, ha nem csinált semmit. 1965-ben még nem volt olyan, hogy sorozatgyilkos szakértő. Manapság azt próbálják megfejteni, hogy de Salvo hátteréből következhet-e az, hogy ő volt a sorozatgyilkos. De Salvo bűnügyi előéletét Pitjáner tolvajként kezdte. Egész életében úgy ismerték, hogy a BB ember, betörés és belépés. A legtöbb helyre sikerült besurrannia. Tehetsége volt hozzá. De Salvo beteges szexuális vágya miatt folyamatosan börtönbe került. 1961-ben bizarr szexuális támadások miatt kapták el, melyeket a méricskélő ember büntettei néven tartanak számon. De Salvo úgy jutott be a nők lakásába, hogy modellügynöknek adta ki magát. Oda ment és azt mondta azoknak a nőknek, hogy modellt csinál belőlük, és fizet nekik $40 egy óráért. Majd elővette a mérőszalagot, és megmérte őket, hogy lássa, alkalmasak-e. Tényleg elképesztő volt. Néhány nő a ruháját is levette, hogy megmérhesse. Majd 1964. novemberében de Salvót letartóztatták olyan szexuális támadásokért, amelyek a zöld ember támadásai nevet kapták. De Salvo azzal kérkedett a rendőröknek, hogy több mint 300 nőt molesztált.
Egy nap alatt 5 különböző nővel volt szexuális kapcsolata, és 5 órára már hazaért. Rendkívüli személyiség volt, de egyben beteg is. Valószínűleg nymphomániában szenvedett, és ez bírta rá az állandó látogatásokra. Zöld emberként DeSalvo fenyegette és molesztálta az áldozatait, de azok vallomása alapján nem állt szándékában bántani őket. DeSalvo szexmániás volt, de a múltjában semmi sem utalt arra az erőszakosságra, ami a folytogatásokat jellemezte. Lehet, hogy DeSalvo egyre erőszakosabbá vált, és a méricskélő embertől eljutott a zöld emberig, majd a bostoni folytogatóig. Csak hogy a zöld ember támadásai a folytogatások után következtek be. Ha elhisszük, hogy Albert volt a méricskélő ember, a zöld ember és a folytogató is, akkor azt is el kell hinnünk, hogy 1-től elment 10-ig, majd vissza 3-ig, ami a szexuális bántalmazás mértékét illeti. Ez pedig nem illik bele abba a képbe, amit manapság tudunk a sorozatgyilkosokról. Nem lenne sok értelme bármit is mondani. A sorozatgyilkosokkal kapcsolatban egyébként sincs értelme semminek. A bostoni folytogató esete egyedülálló volt az Egyesült Államokban. Akkoriban még nem voltak szakértők, akik meg tudták volna határozni DeSalvo személyiségét, a gyilkosságok mintáját, vagy azt, hogy DeSalvo hamisan vallott. Vajon a mostani szakértők a modern DNS tesztekkel együtt bűnösnek találnák DeSalvót? Emlékszem, hogy rátettem az arcára. Ha az ügyet most vizsgálnák a bíróság előtt, mi lenne a végeredmény? A bostoni folytogató előkészítette a terepet egy sor elképesztő sorozatgyilkosság számára. Például a Zodiákos gyilkosnak, Sam fiának, Ted Bundynak. Szükségessé vált megérteni a sorozatgyilkosságok mögött álló pszichológiát. Ha tudták volna 1965-ben, amit ma tudunk, vajon ugyanolyan hamar elfogadták volna Albert DeSalvo vallomását? Dr. Catherine Remsland a sorozatgyilkosok pszichológiájára specializálódott. Miután megvizsgálta az ügyet, azon tűnődött, hogy DeSalvónak volt-e erőszakos oldala, ami kiválthatta a folytogatásokat. Tudjuk, hogy DeSalvo hogyan bánt azokkal a nőkkel. Kedves volt, mentegetőző, bűnbánó. Egy olyan ember, aki nem változik át hirtelen egy erőszakos folytogatóvá, hogy aztán visszatérjen a korábbi személyiségéhez, és ismét kedves legyen a nőkkel. Remsland azt gyanítja, hogy a bostoni folytogatót csak a média találta ki. Az úgynevezett bostoni folytogató esete mögött nem csak egy gyilkost sejtek. Sok különbség van a gyilkosságok módja és az áldozatok kora között. Ennek a személynek teljesen meg kellett volna változnia, ami a szexuális indítatását illeti. De a szexualitás nem így működik. Az ember nem változhat meg csak azért, mert azt akarja. Nincs olyan, hogy megunja az idősebb nőket, és inkább a fiatalabbakat, vonzóbbakat veszi célba. A pszichológiában ennek egyszerűen nincs értelme. A keze keresztbe volt téve, és ráfeküdtem. Dr. Saul Kessin, aki szakértője a vallomásoknak, DeSalvo vallomásának átiratát elemzi. Ha megvizsgáljuk a tényeket, amiket kifejt a vallomásában, láthatjuk, hogy szinte mindegyik a kihallgató kérdéséből ered. Hogy használta a sálat? Kikötöttem a kezét. Szóba került egy sál, csak hogy a sálat Bottomley említette a kérdésében. Majd pillanatokkal később szintén Bottomley kérdezte meg, hogy kikötötte a lábát. Kikötötte a lábát? Amikor arról volt szó, hogy mi történt, hogy történt, mesztelen volt-e, milyen ruha volt rajta, kikötötték-e vagy sem, mindig Bottomley irányított, és DeSalvo követte. Ez a gond az átirattal, mintha Bottomley mesélni el a történetet DeSalvon keresztül. Kessin olyan nyomokat talált az átiratban, amelyek egy másik fontos információhoz vezetnek el. DeSalvo egész átiratában felfedezhetők utalások arra vonatkozóan, hogy milyen tárgyak voltak a szobában.
Olyanokat mondott például, hogy ez volt az a pulóver, vagy itt, ezt csináltam. Mintha képeket nézegetnének. Akit bűnöldözésre képeztek ki, tudja, hogy nem szolgáltatunk előre információt a gyanúsítottnak a büntet színhelyéről. Nem szabad elfelejteni, hogy ha a gyanúsított bevallja a bűnét, az ezt követő kihallgatás arra szolgál, hogy ezt bebizonyítsuk. Ha egy kihallgató besétál a szobába és átadja a bizonyítékokat a gyanúsítottnak, akkor ez a vallomás nem bizonyít semmit. Én ezután megkérdezném a nyomozót, hogy milyen van még. Mert ez a vallomás nem ér semmit. Az egyetlen reményük, hogy kideríthessék az igazságot, a DNS teszt. Ezzel kapcsolatban szinte mindenki egyetért. 100%-ban támogatom. És azt hiszem, mindenki így lenne ezzel, akinek köze volt az ügyhöz. A megfelelő hatóságok által elvégzett vizsgálat célra vezető lenne, szinte kötelező. Több mint 50 évvel a Boston terrorizáló gyilkosságok után az új DNS-tesztek talán megadják a választ. Az egyre érzékenyebb DNS-teszteknek köszönhetően lehetővé vált a számunkra, hogy a családi egyezésen keresztül összevessük a büntet helyszínéről begyűjtött biológiai bizonyítékokat a Mary Sullivan gyilkosság gyanúsítottjától származóéval. 1964-ben a törvényszéki szakértők megőrizték a helyszínen talált biológiai bizonyítékokat abban a reményben, hogy további vizsgálatokat lehet majd elvégezni a jövőben. A Sullivan maradványaiból és lakásából származó bizonyítékokat a Lortoni laborban tesztelik Virginiában és a Dallasi laborban Texasban. 2013. júliusában exhumálják DeSalvo holttestét, hogy meggyőződhessenek arról, hogy a DNS minták megegyeznek. A DNS minták teljesen megegyeznek. A teszt arra utal, hogy szinte biztos, hogy Albert DeSalvo gyilkolta meg Mary Sullivant. Ez az első eset, hogy a hatóságok meg tudják erősíteni DeSalvo bűnösségét valamelyik bostoni folytogatás esetében. A hírek egyfajta lezárást jelentenek a Sullivan család számára. Casey Sherman, Sullivan unokaöccse szerint ez a hír igazságot szolgáltat a nagynénjének. Csodálatos érzés rájönni arra, hogy az embereket valóban érdekelte, mi történt a nagynénémmel. Azzal a 19 éves fiatal lányjal, akit meggyilkoltak 1964-ben, és a rendőrségnek 49 évbe telt kideríteni, hogy ki volt a tettes. Ám DeSalvo családját nem sikerül meggyőzni. Csak azért, mert megegyező DNS mintákat találtak, nem jelenti azt, hogy ő a gyilkos. A többi gyilkosság helyszínén nem találtak biológiai bizonyítékokat. Ezek nélkül a szakértőknek nem sok esélyük van arra, hogy kiderítsék, ki ölte meg a többi 10 nőt. Ezek az esetek továbbra is megoldatlanok maradnak. Vajon a gyilkos még szabad lábon van? Esetleg több gyilkos van? A bostoni folytogató esete precedens teremtett. Ez volt az első olyan bűnügyi nyomozás, amit felkapott a sajtó. A folytogató fantomból végül kész híresség lett. A média jogokból származó pénz vitatárgya volt. Bizonyos emberek jó híre veszélybe került. A folytogató ügyével foglalkozó munkacsoport vezetője John Badumley tanácsadói munkát kapott Hollywoodban. Edward Brooke államügyészt megválasztották szenátornak, mindössze egy évvel azután, hogy DeSalvót gyanúsította meg. Egy évvel a DNS tesztek előtt Brooke azt állította, hogy nem lehetett biztos DeSalvo bűnösségében. F. Lee Bailey, aki kitervelte az egyességet DeSalvo vallomásához, kapott valamennyit a könyv jogdíjából, hogy fedezze a költségeit. Bailey a büntetőjogi védelem egyik legnagyobb alakja lett. Leginkább arról híres, hogy tagja volt a védelemnek O.J. Simpson ügyénél. Egyes emberek a karrierjüket köszönhetik ennek az ügynek. A bostoni folytogató a média kitalációja volt. Albert DeSalvo pedig megfelelt a fantom szerepére. Sokan kaptak egy-egy darabot a bostoni folytogatótól, maga DeSalvo is. A börtönben hasznot húzott a hír nevéből, és kézzel készített nyakláncokat adott el. A történetet eltemették DeSalvo halálával együtt. De a bostoni folytogató története még máig kísért, mint egy szellem.